Mint ahogy a bonyhádi teremtornákon megszokhattuk, a városi strandfürdő homokjának három pályáján zajló amatőr strandlabda tornára is jöttek szép számmal, nem csupán Bonyhád és vonzás körzetéből, illetve Szekszárdról, hanem távolabbról is. Főleg Dombóvárról, mert röplabda ügyben egyébként is remek az együttműködés a két város között. Itt azért mindenki előtte tájékozódik, hogy milyen a mezőny. Nem jellemző, hogy nálunk profi játékosok indulnának, mi inkább az amatőr hobbi szintű játékosokat preferáljuk, hogy az ő játékukat nekik adunk lehetőséget. A bonyhádi tornán mind a nőknél, mind a férfiaknál és vegyes kategóriában is két fős csapatok, vagyis párosok szerepelnek. Egy-két páros már a bemelegítésnél jobbnak tűnt a többieknél, de a benevezők zöme megközelítőleg azonos tudást képviselt, így nem volt szükség két vagy több kategóriát felállítani, mint például a szekszárdi vagy más regionális amatőr versenyeken. A dobogóért biztos nagy küzdelmek fognak történni, itt vannak szekszártolna, tolnai párosok, akik elég jó játékerőt képviselnek. De a többiek is ügyesek, és küzd mindenki a megszerzett pontokért. A mezőny átlag életkorát jelentősen fiatalította a bonyhádi röplabdás tínézserek jelenléte. Az általános iskolában és a középiskolában preferált és eredményes sportági képzés hatása a strandröpiben a szabadidős sportban is már megjelenik. Előfordult, hogy Széchenyisek mérkőztek Kelisekkel, de mindkét korosztálynak idősebb, tapasztaltabb ellenfelekkel is meg kellett küzdenie, amire felettébb kíváncsiak voltak. Én 6 éve röplabdázom, és ez a második strandröplabdám. Nekem szimpatikus, de a teremröplabdában több tapasztalatom van. Ezt lehet hasznosítani is. Igen, lehet. De együtt a hátrány is, ugye? Mert ketten vagytok, és nagy a pálya. Igen, meg hát azért a homok is, meg süt a nap. Gondoljuk, megpróbáljuk, és nagyon jó kikapcsolódás. Ki az ellenfél? Ott látok egy nálatok idősebb, rutinosabb játékot. Igen, a felnőttek, a felnőtt... Szabadidős klubnak a igen. Játékosa. Velük játszunk. Nehéz lesz? Rutinot? Hát nehéz lesz, igen, de játszani jöttünk. A bonyhádi középiskolás röplabda hírnevét öregbítő Kelisek, Máté Norbert tanítványai egyébként nem csak nyáron játsszák a sportág strandi változatát, hanem alkalmanként tavasszal és ősszel is. Mint például a Sárkány Inez, Forrai Réka kettős. Nagyon sok kondi kell hozzá, de hogyha van egy olyan csapattárs, akivel jól lehet játszani, akkor nincs vele gond. Ahogy elnéztük az új generációs bonyhádi párosokat, amennyire lelkesek és összeszokottak is voltak, megeshet, hogy más városok tornáján is hamarosan találkozhatunk némelyikükkel.